A fertőzések nem ismernek határokat projekt keretében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, a Kisegyetemi Oktatókórház, a Munkácsi megyei gyermekkórház és az Ungvári megyei klinikai infektológiai kórház számos fejlesztést valósít meg a 2019. szeptember 1-től 2021. augusztus végéig terjedő időszakban. Ez főleg a határon túli kórházaknak jelenthet hatalmas segítséget. Sajnálatos módon, ami híreink vannak Ukrajnából, illetve Kárpátaljáról, az állami költségvetések, az egészségügyi költségvetések nem nagyon bírják azokat a kihívásokat, amivel egy modern egészségügynek rendelkeznie kell. Folyamatosan panaszok érkeznek erről a területről, illetve azt tudjuk, hogy Grezsa kormánybiztos úr mennyi védőanyagot, védőoltást vitt, amikor szükség volt rá határon túlra, hogy a fertőzéseket meg tudjuk akadályozni. Tehát ott azt gondolom, még nagyobb jelentősége van ennek a pénznek, még inkább szükség van a fejlesztésekre, és hát biztos vagyok benne, hogy így a program keretében ezeket a pénzeket jól tudják felhasználni a határon túl is. A projekt legfontosabb célja a fertőző kórokozók azonosítási idejének csökkentése és a folyamat minőségének javítása, valamint a megfelelő gyógyszer meghatározása a bakteriológiai laboratóriumokban. Ilyen labor például nincs az Ungvári Infektológiai Kórházban, ezért a pályázatból kialakítanak egyet. Hasonlóan nagy mértékű, több mint 280 ezer eurós költségvetéssel fejleszti eszközparkját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, a Kisegyetemi Oktatókórház is. Tömegspektrográfot fogunk vásárolni mikrobiológiai labor számára, tehát ez az eszköz felgyorsítja, pontosabbá teszi a diagnózist, és ugye ezáltal mind a betegellátásnak a minőségét tudjuk javítani, illetve gyorsaságát is, tehát egy labor vonatkozásába is. Hozzátartozik még reagenseknek a beszerzése is itt a mi intézményünkbe, illetve a Fehérgyarmat és a Vásárosnami telephelyinken pedig víztisztító berendezést fogunk venni. Azért van jelentősége, mert azt tudni kell, hogy a vizsgálatokhoz szükséges megfelelő víz készletnek a rendelkezésre nagyon lényeges, hogy ez mennyire tiszta. Az eszközökön túl kiemelten kezelik a pályázatban a határon túli szakemberek képzését is. Korábban már volt ilyen együttműködés a Nyíregyházi Kórházzal, a tapasztalatszerzést és cserét pedig a jövőben is folytatni szeretnék.